messziről szálldalunk, halld meg, ó Jézusunk, csak felén indulunk vágyakozva. Életünk töltse meg, lelked szent hatalma, így fogadj el bűneinkkel, Krisztusunk vigy magasra. Messziről szálldalunk, halld meg, ó Jézusunk, csak feléd indulunk vágyakozva. Életünk töltse meg, lelked szent hatalma, így fogadj el bűneinkkel, Krisztusunk vigy magasra. Szálldalunk, halld meg, ó Jézusunk, csak feléd indulunk vágyakozva. Életünk töltse meg, lelked szent hatalma, így fogadj el emlékezők, engedjék meg, hogy külön köszöntsem a kórust, és köszönjem meg, hogy énekszóval, muzsikával teszik még bensőségesebbé ezt a hagyományos megemlékezésünket itt a Béla úti temető ravatalozójánál. Engedjék meg, hogy megköszönjem a Városgondnokságnak és a Városgondnokság szakembereinek, hogy megint méltóvá tették az emlékezésre ezt és minden székesfehérvári temetőt. Hogy megérkezünk ilyenkor a ravatalozóhoz, és megállunk egy pillanatra, és körbenézünk a virágokon, a gyertyákon, a mécseseken, ez is hozzá segít bennünket az emlékezéshez. Arra, hogy hagyományosan minden szentekkor, illetve halottak napján ki mikor tudja egy-egy temetőben lévő szerettét meglátogatni, emlékezzünk rájuk. Egyúttal köszöntöm tiszteletes urakat, és köszönöm, hogy imájukkal, hitünk erejével segítenek nekünk, és adnak lelki erőt mindenkinek, amikor megállunk egy-egy sírnál, és emlékezünk családtagunkra, szerettünkre, ismerősünkre, barátunkra. Tudjuk, hogy ilyenkor ezen megemlékezés mindig nagyon-nagyon kettős. Kettős, mert, hogy szoktunk is beszélgetni, nagyon méltóságteljes ilyenkor egy temető. A gyertyákkal, a virágokkal, a mécsesekkel, az elcsöndesedéssel, a lelki hangolódással és összekapcsolódással. A másik oldalon persze ott van a szomorúság, hiszen elvesztett szeretteinkre emlékezünk. Azokra, akik nélkül mi ma nem lehetnénk itt, és azokra, akikkel kapcsolatban rengeteg élményünk, rengeteg emlékünk van. És valljuk be, hogy ezen élmények és emlékek arra idéznek bennünket, nem csak ilyenkor november 1-én, hanem a szürke hétköznapokban is, hogy visszaemlékezve rájuk,
beszélgessünk velük. Szerintem mindenki meg szokta ezt tenni saját szeretteivel. Beszélget, és közben emlékezik az együtt töltött időkre, percekre, élményekre, pillanatokra, és szerintem sokszor vetül ilyenkor az emberbe föl, és vetődik föl, hogy mit nem tettünk meg azon szerettünkkel kapcsolatban, hogy és elhányszor bántottuk meg, és egyébként mit tennénk máskor, ha lehetőségünk lenne. De erre itt e földi életben nincs. Arra viszont van, hogy ez incsen bennünket arra, hogy azokkal a szerettekkel, azokkal a barátokkal és ismerősökkel, akikkel együtt tölthetjük ezeket az éveket, évtizedeket, velük úgy bánjunk, hogy soha ne kelljen aztán megbánnunk, hogy nem mondtuk ki, hogy szeretjük őket, nem mondtuk ki, hogy tudunk-e nekik valamiben segíteni, hogy ne kérdeztük volna meg, hogy mit tehetünk értük, vagy mit tehetünk azokért, akik egyébként rászorulnak, akár lelki, akár más értelemben a mi segítségünkre. Ez az időpont, ez az időszak erre is lehetőséget ad, hogy egy kicsit jobban odafigyeljünk egymásra. Ezt üzenik nekünk a szeretteink, miközben itt hagyták nekünk ezt a sok élményt, sok emléket és azt a lehetőséget, hogy hitünk szerint is imáinkba foglaljuk őket és beszélgethessünk velük, felidézhessük a velük töltött pillanatokat. Biztos vagyok benne, hogy mindenki megteszi ezt, akár mostanában vesztette el szeretjét, akár adott esetben régebb óta nem lehetünk már együtt, de a szeretet az ott marad mindvégig. Ezek az emlékek ott maradnak velünk mindvégig. Rajtunk áll, hogy ezekből tudunk-e a mában is táplálkozni. Hitünk szerint ők valahonnan, máshonnan talán látnak is bennünket, és ha látnak, akkor biztos, hogy azt az érzést szeretnék nekünk átadni, hogy itt a Földön mosolyogva, egymás segítve és bátorítsa a töltjük el a mindennapokat. Nem csak egy ilyen nehéz helyzetben, mint amilyen a mostani, hanem egyébként is. Ha jobban odafigyelünk egymásra, ha kimondjuk a másiknak, hogy szeretjük, ha a mosolyt üzenetét el tudjuk nekik juttatni, és az ima eszközével, a hitünk megélésével tudjuk élni mindennapjainkat, akkor egyúttal nem csak az élőkre, hanem az elhunytakra is méltó módon tudunk emlékezni. Nem csak az év eme ünnepén, hanem minden nap. Ezt a lelki nyugalmat kívánom mindenkinek, az odagondolás képességét, az imádkozás készségét és képességét, amit egészen biztos, hogy tiszteletes uraktól fogunk itt ma meghallani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egyúttal kívánok mindenkinek méltóságteljes és szeretetteljes emlékezés szeretteikre.
2020-ról, a COVID-19, a beöltözött orvosok, ápolók, mentőtisztek fognak majd eszünkbe jutni, vagy a végtelen sok kézfertőtlenítés, a szájunkat és az arcunkat eltakaró maszkok. De 2020-ról a lelki munkások talán arról is meg fogunk emlékezni, hogyha túléljük ezt az évet, és még néhány évet, évtizedet, és mesélni fogunk az unokáinknak, hogy milyen volt 2020, akkor arról is fogunk beszélni, hogy az emberek nyitottabbá váltak az örök élet evangéliumára. Ilyen közel még a halál nem volt az én nemzedékemhez. Én még nem vagyok 40 éves, de elmúltam már 35 éves, és ilyen sokat nem beszélgettem fiatalokkal, gyermekekkel, vagy középkorúakkal az életről és a halálról. Nem sokára megosztok egy személyes történetet, de előtte köszöntésképpen, vagy gondolatébresztésképpen egy feltámadási történetet szeretnék felolvasni. János evangéliumában olvassuk azt a történetet, amikor Jézus segít egy bajba jutott barátján. A bajba jutott barátja Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Talán távoli ez a történet, hogy valaki halottakat támaszt fel, de azt gondolom, hogy orvosaink, ápolóink, mentőseink ezt teszik nap mint nap. Az ő hitük és szaktudásuk teszi ezt lehetővé, és azok, akik imádkoznak érettük, akik talán most nem mehetnek be a feleségük mellé szülni, akik nem mehetnek be szeretteik mellé őket ápolni és gondozni a kórházakba, együtt küzdjük le ezt a vírust, ami hitünkkel és ami imáinkkal. Hadd osszak meg egy személyes történetet, ami egy barátommal történt meg. Egy 4 gyerekes édesanya családjában történt, hogy a tengeri malac kis tengeri malacoknak adott életet. És olyan nagy volt az öröm ebben a családban a kis jöveményeknek, hogy simogatni akarták őket, de az egyik kis malacot elejtették és elpusztult. Ez egy hívő családról lévén a gyerekek természetesen kérték az édesanyát, hogy imádkozz ezért a halott állatért, és Isten visszaadja neki az életet. Milyen a gyermeki hit? Elhív bennünket Jézus, hogy legyünk önök, mint a gyermekek. Az édesanya kényszer helyzetben volt, 3 kiskorú gyermek hittel nézett az édesanyára és a halott állatra, hogy most mi lesz. Nem volt mit tenni, ez a nő imádkozott ezért a jószágért. És visszaszállt bele a lélek, ez a kis állat újraélett, és visszafogadta az édesanyja, és úgy tudom azóta is jól van. Nem ünneprontásban mondom el ezt a történetet, csak hogy a hit mennyire gyakorlati kell, hogy legyen. Én azt kívánom magamnak, önöknek, hogy legyen ilyen hitünk, mint ennek az asszonynak volt az én barátomnak, és legyen olyan hitünk, mint ami Mártának volt, és mindazoknak, akik Jézus körül álltak, és várták a Messiás felszabadítását, aki szólt a halott Lázárnak a temetőben, hogy Lázár, jöjj ki! És a halott feltámadt, és él. Ezt a kis állatot egyébként Lázárnak nevezte el a család, bizonyságul arról, hogy Isten ma is él, és ma is feltámaszt élőket és holtakat. Én kívánom azt önöknek, hogy vigyázzanak magukra, vigyázzanak szeretteikre, és hogyha a sors úgy hozza, hogy idén szeretteink távoznak el a vírus miatt, higgyünk az élő Istenben, hogy ők is feltámadnak az ítélet napján. Amen. Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, aki hisz ő benne, ha meghal is él. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Hová menjek lelked elől, orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy.
ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Minden oldalról körülfogtál. Kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, aki hisz ő benne, ha meghal is, él. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, aki győzelmes feltámadásoddal életet, örömöt és üdvösséget szereztél, add nekünk kegyelmedet és vezess minket szent lelkeddel. Egykor pedig támasz fel bennünket, elhunyt testvéreinkkel együtt, ahogyan te is feltámadtál, élsz és uralkodol, most és örökké. Ámen. Maradjon velünk az Úrnak, a mi Istenünknek jó akarata. Tisztelt emlékezők, mai együttlétünknek azt a címet adtuk idén, hogy vigasztaló szó. Egy rövid vigasztaló szót szeretnék olvasni a példabeszédek könyve 10. részének 7. verséből. Így szól, az igaz emlékezete áldott. Így is fogalmazhatjuk meg ezt a mondatot, hogy az igazak emlékezete áldott. Ma minden szentek napja van, holnap lesz halottak napja az egyházi naptárban. Tudjuk jól, hogy az a szó, hogy szentek, nem csak az üdvözült lelkeket jelenti. Minden szentek napja a régi keresztény hagyományban a hithősökre, az életükre, a tetteikre való emlékezés napja volt. Megemlékeztek az egyház nagy tanúságtevőiről, akik sokat tettek az Isten országáért, az egyházért, nagy tetteket hajtottak végre másokért, kitartottak a hitben, Isten igazsága mellett, sokan egészen a vértanúságig. Olyan egyházközségről is olvasunk, ahol minden szentek napján egy-egy szentnek eljátsszák dramatizálva az életét, elmondják tanúság tételét. Ez is a mai naphoz tartozik. De tudjuk, hogy a szentek kifejezésnek van egy bibliai értelemben van még egy jelentése, ugyanis a szentek Isten népét, a gyülekezetet jelenti, Isten mai szentjeit, akiknek helyt kell állniuk a mai világban. Gondolatainkban természetesen ezekben a napokban elhunyt szeretteink járnak. Talán öntudatlanul is gondolunk az ő lelkeikre. Talán úgy érezzük kimondatlanul is, hogy azzal, hogy eljöttünk, tehetünk valamit értük, vagy legalábbis kifejezhetjük újra tiszteletünket és szeretetünket irántuk. És ez jól is van így, helyes és szép. A szívünknek ez az indulata, ez a gondolata. Azonban valljuk meg azt is, gondoljunk arra is, hogy annak, hogy eljöttünk, nem nekik van szükségük leginkább, hanem nekünk fontos, hogy itt legyünk. Biztos vagyok benne, hogy elhunyt szeretteink közül egyikük se bíztatna minket arra, hogy éljünk hitetlenül és céltalanul a világban, sokkal inkább az Istenben bízó, kitartó, becsületes, másokon segítő, értelemmel és céllal teljes életre bíztatnának minket.
A Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve ezt mondja, és a mai időkre nagyon igaz ez. Itt van, azaz most van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét, akik megtartják az Isten beszédét és Jézus hitét. Minden szentek napja van, arra hív bennünket, hogy legyünk példák a hitben, családunk, szeretteink, környezetünk számára. Hiszen ha a Jézusban való hitet át tudjuk adni, több generációs áldásban részesítjük őket. Egy olyan kapaszkodót adunk nekik a világban, ami nem csak a helyes utat mutatja, hanem kitartást is eredményez ebben a mai nehéz időkben, aminek tudjuk, hogy csak egyik nagy veszélye a COVID-19 vírus. Kicsit visszakanyarodva a vigasztaló szó gondolatkörhöz, az Isten igazságában bízó lélek tud megvigasztalódni a gyászban. Az Isten beszéde, a Szentírás, az Isten igéje, ami egyetlen igaz vigasztalásunk. Hogyha nem az Isten igéjének igazságába, kijelentett szavába bízunk, akkor két dolog marad csak nekünk, vagy hamis képzelgésekbe bízunk, azokkal próbáljuk vigasztalni magunkat, egyfajta jövőt gondolunk ki magunknak, hogy hogy lesz majd a halál után, de hát valljuk meg őszintén, hogy jó hiszeműen is nagyon nagyot lehet tévedni. Vagy pedig vigasztalhatatlanok maradunk a gyászban, és akkor a temetőbe sírni járunk, nem csak évekig, hanem évtizedekig. Ennél egy magasabb, egy sokkal kiváltságosabb utat kínál nekünk az evangélium. Nem hagy bennünket sem a saját képzeletünkre bízva, nem hagy bennünket sem vigasztalhatatlanul, hanem Jézus Krisztus feltámadásának örömhíréhez visz bennünket. Mert hisszük, hogy minden hitben meghalt, Istenben bízó léleknek otthona van, föltámasztja az Úr az utolsó napon, és ott nem lesz majd sem betegség, sem jajkiáltás, sem fájdalom, sem igazságtalanság, hanem az Isten lesz minden mindenekben. Igen, itt van, most van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus Krisztus hitét. Hadd zárjam ezt a buzdító gondolatot a zsidókhoz írt levél 12. részének első verseivel, így szól. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtévőknek, tanúságtévőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Gondoljatok rá, gondoljatok arra Jézusra, aki értünk, miattunk és helyettünk halt meg, értünk, hogy megmentsen bennünket elveszett, céltalan sodródásunkból, miattunk, mert a mi bűneinkkel szegeztük őt keresztre, és helyettünk a bűn büntetését, a kárhozatot vette magára, vitte föl a keresztfára, és amíg a teste a sírban volt, a lelke a poklot járta meg helyettünk. De nem csak ennyi az örömhír, hogy ahol meg volt írva a proféciákban, Jézus meghalt a mi bűneinkért, hanem folytatódik, ahogy meg volt írva,
szintén, ahogy meg volt írva, föltámadt a harmadik napon, ami üdvösségünkre, ami megigazulásunkra. Ezért mondja az írás, gondoljatok rá, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Így legyen, ámen. Rövid imára csendesedjünk el. Urunk Istenünk, reformáció és minden szentek ünnepén a Te igédért adunk hálát, Te vígasztaló szavadért, ami itt van a kezünkben. Teremts bennünk szomjúságot, hogy vágyjunk az igazságra, mert Te azt mondtad, Jézus, hogy az igazság tesz bennünket valóban szabaddá. Köszönjük, hogy ez a Te igazságot vígasztaló szó lett ma nekünk. Urunk, gyógyítsd a mi életünket, állíts helyre bennünket. Jézus nagy nevére kérünk, Istenünk. Amen. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Megvallatta a külségemet, neved megtagadtam. Halálodnak harmad napján vádolnak a fények. Halálodnak harmad napján sírva hajtok tényben. Uram, taníts inni benned, vágni új csodára. Tedd életem hűséges, és legyen szabad hála. Halálodnak harmadnapján zendülnek a fények. Halálodnak harmadnapján én is áldok téged. Teremtő Istenünk, élők és holtak ura, Te a magad képmására teremtetted az embert, és örök szeretetedben gyermekeddé fogadtad. A kísértésben elbukott embert szent fiat kereszthalálával fölemelted, és így Krisztus feltámadása óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás. Erősen hisszük, hogy mi, akik a keresztség által fiat halálába temetkeztünk, egykor majd feltámadásában is részesülünk. Bizalommal könyörgünk hozzád azokért, akik már megjárták a föld élet útját, és átléptek a halál kapuján. Nagy irgalmasságod szerint szabadítsd ki őket a tisztulás helyéről, vezesd őket országodba, ahol már nincsen többé sem könny, sem gyász, sem fájdalom, hanem csak örökké tartó öröm és boldogság. Minket pedig, akik ma megholtjainkra emlékezünk, vezess az igaz élet útján, és erősíts kegyelmettel, hogy hitünk szerint éljünk. Add, hogy amikor elérkezik földi életünk utolsó órája, irgalmas bíróra találjunk szent fiatban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Imádkozunk most együtt úgy, ahogy Jézus tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvéreim, fogadjátok az áldást. És végezetül Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk, most és mind örökké. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen. Istennek szeretett népe, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi halálon is győztes Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Az Úr legyen veletek.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.